Almás István, Hódmezővásárhely, Martonosi György, Maros Lele és Farkas Éva Erzsébet Makó polgármestere. Ma délelőtt Maros Lelén beszéltek a településeket összekötő új bicikliút tervéről. A közlekedés fejlesztési beruházás keretében 2-3 éven belül közel 30 km bicikliút épül majd, amely a környező kerékpárút hálózatba is bekapcsolódik. Ezért Makó önkormányzata több szervezettel együttműködve elkészítette a bringások térképét, amelyben a térség látnivalói, kiránduló helyei is szerepelnek. Makóváros önkormányzatának a gazdasági programjában a turizmus fejlesztése egy nagyon meghatározó, markáns szerepet tölt be. Ezért is tartja a városvezetés kiemelt fontosságúnak a három település összekötését. Maros Lelének Hódmezővásárhely és Makó irányába is szoros kapcsolatai vannak, mondta a sajtótájékoztatón Martonosi György, a nagyközség polgármestere. Sokan fordulnak egészségügyi szolgáltatásért a nagyobb városok kórházaihoz, de turisztikai, gazdasági érdekek is összekötik őket. Most, hogy mindennapos testnevelésről beszélünk az iskolába, most már a gyerekeknek, ha elkészül a kerékpárút, akkor akár kerékpárral is lehetőségük lesz igénybe venni mind a két város által nyújtott szolgáltatásokat, akár be lehet építeni a tanrendbe is egy délutáni kerékpáros túrát. Hódmezővásárhely igazi kerékpáros város, minden háztartásra jut 2-3 bicikli, és a városban 66 km kerékpárút van. A külterületi kerékpárutak is elkészült, például Vajhát vagy Székutas felé. Régi igénye a vásárhelyieknek, hogy Batidára is vezessen bicikliút. Erre vonatkozóan már konkrét tervezés is készült. Ha Batidáig elkészül, akkor a következő ugrás mindenképpen az, hogy Maros Leléig készüljön el, és Maros Lele érdeke és Makó érdeke is az, hogy Makó és Maros Lele között is elkészüljön. Hódmezővásárhely késztervekkel rendelkezik Batidáig, tehát a terveket kell kibővítenünk. Ezen kívül a további elképzelések között a turisztikai fejlesztések érdekében Kardoskút felé szeretne a vásárhelyi önkormányzat kiépíteni egy kerékpárutat, tette hozzá Almás István polgármester.